van az első kupac. Ez az óriási szemétkupac jelenleg a BK Invest Kft. Tulajdonában lévő területen áll. A cég képviselője azt mondja, a telek egy részét olyan vállalkozónak adták bérbe, amely hulladékfeldolgozással foglalkozik. Ezt utólag hozták. Dr. Bendár András szerint azonban itt a feldolgozásra nem adottak a feltételek, hiszen a területen nincs hulladékkezelésre alkalmas technológia. Még engedélyt se kértek. Ez egy másik, szintén sok száz tonnás szeméthalmaz, de ez már egy másik bérlő területén áll. Dr. Bendár András úgy tudja, ennek a vállalkozásnak annyi joga sem lehetne hulladéktárolásra, mint a másiknak. A tulajdonos jogi képviselője azt is elmondta, hogy cégükkel szemben végrehajtás van folyamatban. Az árverezést vasárnapra tűzték ki. Itt lévő, magára hagyott, teljesen szakszerűtlenül és környezetterhelő módon tárolt szemét hulladéknak a kontrollált elszállítása lesz veszélyben, ha a végrehajtás során most vasárnap a kalapács leüt, és egy ismeretlen ember, vagy személy, vagy befektető veszi meg a területet. A tulajdonos a kialakult helyzet rendezésére minden jogi lépést megtett, benyújtotta a kártérítési igényt, és követeli az eredeti állapot visszaállítását. Az ügyben a rendőrség is nyomoz. A feljelentés alapján a Móri Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya jelenleg büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntet elkövetése miatt. Jelenleg tanúkihallgatások folyamatban vannak, egyelőre bővebb információval azonban a nyomozás érdekeire tekintettel nem szolgálhatok. Telefonon elértük a terület bérlőjét is, de ő nem volt hajlandó kérdéseinkre válaszolni. A Környezetvédelmi Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség későbbre ígért tájékoztatást.